Miért is ne kísérelnénk meg felrajzolni Magyarország gazdasági térképét évtizedünk végén, tehát 2030-ban? A jegybank elnököt idéztem, és akivel megpróbálom ezt felvázolni, az most Pogácsa Zoltán közgazdász, nem a jegybank elnök. Hadd kezdjem azzal, mielőtt a 12 pontos programról beszélünk, csak hogy gyorsan ez is szóba kerüljön, megint mélyponton a, forintárfolyam forint árfolyam 357 körül volt az euró, tegnap reggel volt két hónapos mélyponton, délutánra visszaerősödött. Hol tartunk, milyenek a jelentősége? Hát ugye és nagyon el van terjedve, hogy a gyenge forintot azt valami óriási problémának tartják, főleg azok, akik nem szeretik Matolcsi Györgyöt. Én azt gondolom, hogy messze nem ilyen dráma. Tehát ugye értem azt, hogy az a szó, hogy gyenge, az azt csugalja, hogy itt valami, majd mondjam, a magyar gazdaság is ebből adódóan gyenge, hogyha gyenge a forint, de ez nem így van. Tehát az, hogy erős vagy gyenge, ez nem feltétlenül jelzi azt, hogy egy gazdaság az éppen erős vagy gyenge. A gyenge forint az azért tud előnyös lenni, mert például az exportőröket nagyon segíti. Most Csak van feltétele egy csomó minden, devizatartalék, a külgazdasági egyensúly, tehát... Ezzel a olyan. A gazdasági egyensúlyt javítja, tehát hogy éppen az az, hogy az exportőröket jelentősen segíti. És hogy ilyen helyzetben, amikor éppen válság van, akkor azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem egy rossz dolog, hogy segítjük az exportőröket. Kereslet van. Egy kicsit Hint. még kompenzáljuk is. Az... Mert azért ez is fontos, hogy meg akarják-e venni a dolgainkat. Hát az attól függ, hogy mit exportálunk a világ melyik részére, de, de hogy mondjam, Ceteris Paribus az, hogy, eh, hogy gyenge a forint, az segíti az exportőröket. Azt szokták még erre mondani, hogy de hát ugye import tartalma is van a magyar exportnak. Szokták napról. bizony van, de ha nagyobb az export, mint az import, akkor én ezt az érvet nem tudom elfogadni. Tehát azt gondolom, hogy ameddig nagyobb az export, mint az import. nagyobb addig... az export, mint az import? A, ha nagyobb, akkor azt gondolom, de az? Hogy most éppen az, persze. Tehát most jó, ebben a 2020-as évben nem tudjuk, mert ez egy rendkívüli év, de általában a magyar export nagyobb, mint az import, és akkor az azt jelenti, hogy egyébként ennek az előnye megvan. Aztán azt szokták még mondani, hogy felhajtja az import árakat. De erre meg azt tudom mondani, hogy az elmúlt négy évben folyamatosan Magyarországon jelentős reálbér emelkedés van, tehát infláció után is jelentős reálbér emelkedés van Magyarországon. Épp most mondta Kordás László, hogy jelentős, jelentős, de két bőven belefért volna a nemzetgazdaságba. Én ezzel egyetértek, tehát hogy lehetne még gyorsabb, mert nagyon alacsony bázisról, és lehetne még gyorsabb a magyar bérek növekedése, de az elmúlt években jelentős reál, reál tehát inflációval korrigált bér emelkedés van. Miért olyan ja, azt mondani, azt még mondani, hogy a hogy jó, 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 de hogy az élelmiszerárak azok azok viszont elszálltak. Ez is igaz, de hogy ennek meg nem az árfolyamhoz van köze. Ezek, ennek olyan dolgokhoz van köze, hogy ezek a jelentős része a hazai termék egyébként az élelmiszeráraknak. Itt például lehetne csökkenteni adót adott esetben, és hát itt alapvetően olyan problémák vannak, hogy szárasság van, e, meg, meg jég volt. Tehát, az hogy... inflációhoz nincs köze a fogyasztói árak. Dehogy nem, a fogyasztói az maga az infláció. Csak azt mondom, hogy az, hogy az élelmiszerárak, Nőtt az ára, ez azt jelenti, az, az nem azért van, mert gyenge a forint, az esetek többségében ezek nem import élelmiszerek, de ha egyébként meg azok, azt meg lehet adópolitikával segíteni. Tehát ez nem Csak hogy ez nem történt meg. Kérdés. Tehát például a nyugdíjasok fogyasztóikassal brutálisan most a covid alatt. Ezzel ad. egyetértek, nyugdíjakat emelni kell, tehát az nem szabad, hogy Magyarországon megtörténjen, hogy a létminimum alatti nyugdíjak vannak. Tehát ez egy szociálpolitikai kérdés, jelentősen emelni kell a nyugdíjakat Magyarországon, ez egy adópolitikai kérdés, de nem egy árfolyam politikai kérdés. Az árfolyammal szerintem nem annyira dráma, hogyha egy kicsit gyengébb a forint, alapvetően a gazdaság exportáló részének, és ez egy jelentős része a magyar gazdaságnak, ez szerintem jót tesz. Térjünk át a 12 pontra. Kritika vagy dicséret a kormány munkájával kapcsolatban az, hogy Thomas Jefferson-t idézi Matolcsi György, az őszintesség a bölcsesség könyvének első fejezete, már pedig őrületes reformokra van szükség. Először megdicséri az elmúlt évtizedet, azt mondta, hogy a trianoni száz év legjobb évtizedét teljesít említettük, hogy a miniszterelnök is ezt szokta mondani, és a magyar recept az, hogy nagyon hamar, tehát az első években meg kell hozni a reformok óriási százalékát. Most is azt mondja, úgy lépjünk be az új évtizedbe, hogy a reformok 80 százalékát meg kell csinálni az első három évben, és egészen jelentős reformokat sorol fel, amit akár nevezhetnénk kormánykritikának is csupa olyan dolog, aminek meg kellett volna már történnie. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye 12 olyan pontot sorol fel, amiről azt gondolom, hogy szinte mindenki egyetért vele. Tehát amikor én ezeket olvastam, ugye ez az amerikai mondás jutott eszembe, hogy motherhood és apple pie, azaz, hogy az anyaságot és az almás rétest, azt mindenki szereti. Szerintem ezek a 12 pont, ez nagyjából ilyen. Tehát nem, 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 nagyon lesz közgazdász vagy gazdasági szereplő, aki ne értene egyet azzal, hogy az egészségügybe egészségügyet javítani kéne, az oktatást javítani kéne, az infrastruktúrát javítani kéne. Ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok. Nézzük a hozzárendelt forrásokat, a priorizálást és az adó szerkezetet. abszolút ez a kérdés. Ugye Matolcsi ugye, hogy éveken keresztül miniszter volt, gazdasági miniszter volt, mielőtt egy bankelnök lett, és hát, ha hogy abban a korszakban mennyivel költött többet vagy kevesebbet a magyar állam ezekre a kardinális ügyekre, akkor azt látjuk, hogy csökkentek ezek GDP arányosan. Tehát kevesebbet költöttünk GDP arányosan oktatásra, egészségügyre, stb. stb. Tehát, hogy egy kicsit érthetetlen, hogy ezt miért utólag fogalmazza meg, amikor ezt tíz éve csinálhatná. És már miért nyilvánosan? Formára. Miért nem a miniszterelnökkel kettesben? Igen, ez egy másik nagyon érdekes dolog, hogy ugye azt megszoktuk, hogy a Fidesz kormányzása alatt hihetetlen nagy egység szokott lenni. Tehát az ilyen típusú vitákat nem szokták engedni. Kivéve, amikor az rendszerek szereplőinek a megosztása a politikai cél és egymás És harcolnak. akkor rögtön elkezdődik valami. Például el a vargamatolcsi. Abszolút, tehát elkezdődik valami kremlinológia, hogy Igen. akkor itt mi lehet a háttérben, miért vitték nagymátét Mártont Orbán mellé tanácsadónak, mi történik, történik Orbán. Bán és vagy Matolcsi és Varga között. Én ebben nem látok bele őszintén szóval, tehát találgatni meg nem szeretnék, hogy mi, mi folyik itt, de... Ahogy hogy mondja, nem is ez az érdemi kérdés, amit most meg akarunk beszélni. Nem ez az érdemi kérdés, hogy, hogy mi történik, de az nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy most először azt látjuk, hogy, hogy koncepcióban eltérő álláspontokat képviselnek az Orbán kormány. E, az az még mondom, hogy a tagjai, mert ugye a Matolcsi György hivatalosan nem a tagja, de hát de, 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 hát de, facto meg azért elég erős az együttműködés, és hát mondjuk Orbán Viktor a jobb kezének nevezi rendszeresen Matolcsi Györgyöt, azért nagyon fontos szereplő. Varga Mihály pedig általában egy ilyen konzervatívabb figura, egy kicsit egy ilyen könyvelői alkat, aki alapvetően az egyensúly bet tartatásán örködik, de a jegybank már elég hosszú ideje fogalmaz meg ilyen típusú kritikákat, tehát tavaly is volt egy ilyen 300 pont, ha jól emlékszem, idén is kijöttek már egy anyaggal. Ezek jó anyagok, tehát hogy ezek olyan anyagok, amelyeket azt hiszem, hogy mindenki tudna támogatni, akár a politikai ellenzék is tudná támogatni. A nagy kérdés az, hogy ezek anyagok, amik repülnek a fiókba, vagy lesz belőle bármi? Igen, és akkor ugye nagyjából az történik, hogy ezeket megfogalmazza a jegybank stábja, vagy matolcsi, vagy valaki, és utána a költségvetésben ez egyáltalán nem tükröződik. Uh, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez miért történik. Uh, én is nagyon kíváncsi lennék arra, hogy milyennek a vitának a funkciója, vagy, vagy, miért fut ez mindig homokra. Ha belenézünk ezekbe a pontokba, van benne pár milyen szokásos matolcsi féle vágy, demográfiai fordulat, legalább évi 110 000. Újszülött, életmódfordulat, egészség, életmód, most ezeket ne nézzük, hanem a fontosabbakat a versenyképes oktatási rendszertől az új, biztonságos, fenntartható rendszerig. Mi lehetséges, hogy ezekből valóban megvalósulhat, vagy a költségvetésben láthat? Én azt gondolom, hogy bármelyik egyébként, tehát hogy ezek mind olyan pontok, amiket, ahogy ön mondta az elején, meg lehetne lépni, és meg is kellett volna lépni, tehát már réges régen meg lehetett volna, és bármikor meg lehetne lépni. Mondom, ezek a kritikák hosszú idő óta elhangoznak a jegybank oldaláról, az elemzők oldaláról, az ellenzék oldaláról, a gazdasági szereplők oldaláról szintén. Nem nagyon látom okát, hogy, hogy miért ne lehetne ezeket meglépni. Akarat kérdése. Lehet rá akarat? Hát én azt gondolom, Magyarországon igazából a gazdaságpolitikát is, mint bármely más politikát, Orbán Viktor csinálja. Ez tehát ez úgy van berendezve ez a kormányzás, hogy gyakorlatilag az utolsó szappanig, az utolsó, utolsó Zalaegeszi vagy Zala Szent Gróti iskolában is Orbán Viktor dönt személyesen. Tehát e, csatázhat itt bármit, Matolcsi és Varga, hogyha alapvetően Orbán Viktor valamit nem akar, akkor az nem fog megtörténni, ha akarja, meg fog történni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy csak Orbán Viktor a múlik, hogy meghallgatja a Matolcsi és a jegybank stábjának a javaslatait, és hogyha akarja, akkor megcsinálhatja, és nagyon jól lenne megcsinálni. Mondjuk, ahogy mondta a vezéről, és már az is kérdés, hogy ez Matolcsi György szuverén írása-e, vagy ehhez engedélyt kapott előre, vagy felkérést, vagy közvetítő. Mindegy, de hogy Matolcsi ebbe beleáll, és hogy ezt vállalja, azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, mert ezek fontos ügyek, tehát én azt gondolom, hogy az nagyon jelentőség teljes, hogy végre egy E, hogy mondjam, ő egy, egy igazi státusszal rendelkező ember, tehát hogy nem egy könnyen lecserélhető figura ő 30 éve gyakorlatilag egy állandó e, prestízi rendelkező figurája jobb oldalnak és a magyar politikának, hogy ezt ő felvállalta szerintem ez egy fontos dolog. Hát azért mégiscsak megvászolt a kérdésemet az a kapcsolatban, hogy ő szuverén módon szokott e döntéseket hozni, vagy véleményt formálni, vagy megfogalmazza a miniszterelnök elvárásait. Ő egy Ön? nagyon szuverén alkat, tehát... Van ilyen a magyar belpolitikában? Abszolút, Lakner Zoltánnak volt egy cikke a napokban, ami arról szólt, hogy gyakorlatilag amióta Matolcsi jelen van a magyar politikában, mindig ilyen szuverén, már az Amtal kormányban is egy szuverén alkat volt. Emlékezzünk rá, az első Orbán kormányban 98 után volt egy egészen önálló vonulata ezzel a szécsényi tervelő, egy ilyen kvázi kénysziánus fejlesztő állami, írogatja a cikkeit a távol-keleti fejlesztő modellről, tehát ő egy koncepció alkotó szuverén figura szerintem sokkal színesebb, mint a, mint a magyar politikai élet túlnyomó többsége, ahol sokkal kockább figurák szoktak lenni. Ebben biztos, hogy igaza van. Köszönöm szépen, hogy eljött és tudtunk erről egy kicsit beszélgetni.